Csereként beállva győztes meccsen mutatkozott be az MB2-ben, a Liga Kúpában pedig már megszerezte az újkori angyalföldi pályafutása első gólját is Lázok János, aki 2011 után tért vissza a Vasashoz, a köztes időszakban játszott itthon az MTK-ban, Pakson és Győrben is, külföldön pedig a német másodosztályú Duisburgnál próbálta ki magát. A futó kalandok után most hosszú távra tervez, ugyanis 2018-ig kötelezte magát a Fáj utcába. Lázok János a vendégünk, szia, jó reggelt kívánok! A bajnokság végén ugye a Paks nem marasztalt, ezt tudod, vagy inkább úgy kérdezem, mi lehetett ennek az oka? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Nem mondanám azt, hogy nem marasztalt, inkább azt, azt hoztuk meg azt a döntést így közösen, hogy mivel nekem kiemelt bérem volt ott, így noszens volt, hogy én a kispadon üljek, mert Cserti Aurél úgy számolt velem, hogy egyelőre csak kispados lennék és beszállogatnék. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem éri meg sem a klubnak, sem nekem, hogy én a kispadon üljek, meg legyek fizetve, de viszont nem játszok. Én úgy gondolom, hogy nagyon korrektan elváltunk, semmi harag nincs köztünk, és így volt a legjobb mindenkinek. És a Cserti Aurél azt mivel indokolt, hogy nem állandó kezdőként akar számolni veled? Mm, Úgymond Cserti Aurel annyit, annyit tudni kell, hogy a biztos védekezésre épít, és szereti azokat a játékosokat, akik úgymond uh, tipikus zongora cipelők, és a védekezés nagy részét megcsinálják. Na persze én a támadásra vagyok híres, úgy, úgy gondolom a játékom abból tisztul le, és ezért azt mondta, hogy ő neki olyan játékosok kellenek most, mert a bentmaradásért küzdöttünk, akik uh, ezt meg tudják oldani, hogy ne kapjunk gólt, ezért engem per pillanat még cseleként számol velem, és én ezt tudomásul vettem, és a nyáron ezért is esett arra a válasz a Haraszti Zsolta, hogy, hogy esetleg a szerződésbontást hoz én mit igen, szólnék. Igen, 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 igen é, az az Ezért van. úgy gondolom, hogy nagyon korrekten el is váltunk, szóval semmi. Uh -huh. Semmi nem Na most szeptemberben a Nemzeti Sportnak a következőt mondta: Nagy meglepetés a számomra, hogy ennyire nem érdeklődnek irántam. Őszintén bevallom, nehéz feldolgozni, hogy még esztendővel ezelőtt a győri Bajnacsonton ponton kívül másik öt klub is vitt volna. Most, mintha megfeledkeztek volna rólam, pedig futballozni biztosan nem felejtettem el. Sőt, akkor vajon miért nem kapkodtak utánod? Uh -huh. Igen, egy picit. Uh... Kevés lenne a 46 1 es gól? Nem, uh, én is uh, csodálkoztam, de egy picit másképp jött le ez megint a az újságban, mint ahogy én ezt mondtam. Nem úgy mondtam, hogy nem kapkodnak utánam, hanem voltak klubok, akik kerestek négy-öt uh -huh, helyről uh -huh. is, de azok mind olyan klub, klubok voltak, akik ugyanúgy, mint a Paks, kiesésért küzdöttek. Ah, és ugye arra gondolunk, hogy ugye hívott a Pécs, a Dunaújváros, és aztán te végül is, mégis az MB2-t választottad. Igen. Tehát azt mondtad, hogy jobb inkább feljutni az MB1-be, mint kiesni az MB1-ből? Hát én olyan klubba vágytam volna, uh -huh. mint mondtam, az nba 1 be is, ahol vannak komolyabb célok. Uh -huh. És egy picit igen, ez volt fura érzés, nem azt akarom mondani, hogy én utána most mindenképpen kapkodni kell, de van egy olyan statisztikám, meg az nba azt hiszem, elértem már egy olyan színvonat, ahol esetleg úgy számolnának velem, hogy komoly szinten és komoly klubnál, most ezek a komoly klubot nem, nem úgy értem, hogy a Pécs és mindegyik Dunói város is elég komoly klub, és jó tervek vannak, de mégis én olyan klubhoz szerettem volna menni, ahol tényleg nagyon biztos a háttér. A felső, én... közép, meg ez élcsapatban vágytál. Így van, így van mert hát előzőleg egy évvel azért a bajnokcsapat, és mind-mind élcsapatok köztük, azt hiszem a Ferencváros, mind az, az összes élcsapat érdeklődött utánam, de egy győrbe sikerült szerződnem. Nem sikerült ott a, jól a fél éven visszamentem Paksra, ott egy kiesésjel szenvedő csapathoz mentem, jött egy olyan edző, ahol ahol úgymond neki tényleg fontos volt a, a, a védekezés. Jó, jó, hát és sértjön, látjuk így a látjuk ki a stílusát. Igen, a pályán, igen, ezt, ezt, igen. ezt nem, nem is kell Szóval beleestem így, Na? egyszerűen beleestem egy olyan évbe, amiből én nem jöttem ki, Mért? és Na, ezért, ezért választottam a vasast, mert itt, tudom, jó, ismerem a tulajdonost, ismerem az ügyvezetőt, úgymond hazatértem, ők fedeztek engem fel, vannak komoly tervek, stadion. Ez a kedvenc ébílés, egyesületed? Nem. Azt kell mondani, igen, Magyarországon ez a kedvenc, hát mert itt lettem ismert futbalista, sokat köszönhettem a klubnak, úgyhogy elmondhatom, hogy igen, ez. 2010-ben mégis mindenképpen el akartál menni annak. Mi volt az oka, most már elmondhatod? Persze nem titok, úgy mint lenyilatkoztam az újságba, is, én mindenképpen külföldre szerettem volna uh -huh. távozni. És itt a Vasasnál sajnos akkor Jánbor úr távozott, a mostani tulajdonosunk távozott, és nagyon bizonytalanná vált a jövő. Ezáltal én úgy gondoltam, hogy mivel én egy tehetséges labdarúgó voltam akkor, hogy lehetne egy komolyabb karrierem esetleg külföldön, és mindenképpen el szerettem volna menni külföldre, mert nem szerettem volna 25-26 évesen éveket pazarolni arra, hogy most itt akkor a helyzet az, az úgymond nem biztos. A helyzetünk a klubnál egyre rosszabbak voltak a, a, a körülmények, a, az eredmények ezért úgy döntöttem, hogy külföldre szeretnék menni. Na, de most miután a Vasasnál pont erről van szó, hogy megfordult ez a széljárás, visszatért a tulajdonos, vannak tervek, lesz új stadion, így ez már neket tetszik. És éppen ez indokolja azt, hogy te, aki eléggé sok klubban megfordultál, nem állapodtál meg sehol, most úgy tűnik, hogy a Fáj utcában a megállapodásra, mondjam azt, a letelepedésre készülsz. Így van, mind én is szeretnék letelepedni, a feleségemmel együtt, ezt a döntést hoztuk meg, én úgy gondolom, hogy, meg remélem, hogy ez nem egy rossz döntés volt, és való, való igaz, hogy leszeretnénk lesz telepedni, házat venni, családot, úgyhogy eljött ez az idő is, amikor már ilyenekre is gondolni kell. Mm, és ez a vasas lesz, ahol négy évre szerződtél, ezért szerint akkor te már olyan nagyon nagy váltásokat nem terveznél, ha minden jól menne a, a, a piros-kékeknél? Pontosan, ezért is szerettem volna minél hosszabb távot, de a futballban nem lehet tervezni hosszú, évek, hosszú évekre, mert tessék, lássék, amikor, amikor Jánbor úr távozott, akkor harmadik helyen volt télen a csapat, és távoznia kellett, és, és akkor megfordult minden. Szóval nem azt mondom, hogy nem leszek itt négy évig, de mondom a futballban bármi megtörténhet így egy év múlva is, de bízom benne azért nem négy évig, hanem szeretném itt befejezni a pályafutásomat. Aha, na most milyennek találod ezt a csapatot? Alkalmas a kitűzött célok elérésére, fel fog -e jutni az első osztályba ebbe az évben, mit gondolsz? Hát nagyon kíváncsi voltam én is az MB2-re, hogy milyen, és elmondhatom hogy egy pár meccs után, már van rálátásom az egészre. Én úgy gondolom, hogy a, az MB2-ben per pillanat a mi keretünk, meg a mi képességeink, nem lebecsülve a gyirmótot és a mezőkövest, de hát úgy gondolom, hogy nekünk vannak a legjobb képességű labdarúgónk, de egy pici görcsöt most érzek magunkba. ezt kéne valahogy elfelejteni egy nagyobb győzelem gyanánt, és úgy, úgy gondolom, hogy rá tudnánk lépni arra az útra, ami ezt a, ezt a csapatot megilleti, meg a képességben is benne van, és nem lenne gond a feljutás. Ha ez a feljutás esetleg mégsem sikerülne, akkor is maradná? Hát ez erre gondolni sem merek, nem uh -huh. is gondoltam úgyhogy ezt, ezt újra át kéne beszélni, de nem hiszem, hogy akkor cserbe hagynám itt a csapatot. De mint mondtam, bármi megtörténhet itt, lehet egy edzői gondolkodásmód, bármi, ami most pakson, amiben én nem férek bele, úgyhogy, de, de erre én gondolni sem merek, hogy nem jutunk fel. Nincs túl nagy konkurencia angyal földön. Gondolok arra, hogy nem zavar-e, hogy mondjuk egy 20 éves fiatal kell megküzdeni a csapatba kerülésért? Van konkurencia és hál' Istennek jó is ez minden csapatnak és nagyon nagy öröm, hogy ilyen tehetségeket látok a vasasban, mert régen ez nem, nem adatott meg nekünk és felveszem én a kezdőt így 30 évesen is, de azért bízom benne, hogy a, az edzőnk valahogy helyet szorít nekem a kezdőbe, hogy minél több gól-gólpasszal tudjam segíteni a csapatot. Hány gól tudsz ígérni a vasas híveknek erre a szezonra és mennyi idő kell neked ahhoz, hogy igazán formában lendüljél rend az új csapatban? gólokat nem szeretnék igényelni, de felállítottam magam elé egy olyan táblát, amit, amit szeretném, hogyha ez, hogyha ez megtörténne. Hol van, táblázatod? Persze, ilyenkor minden év ö, szezon előtt azért én felállítok magam elé egy célt, és megpróbálom mindenképpen azt elérni, mint gól gól passzokban. Hát az ügyvezetőnk van, csak az mondta, hogy nekem ezen a 24 meccsen minimum 24 gólt kell rúgjak mondtam neki, hogy megelégszek a felével is, de viszont jussunk fel, meglátjuk, meglátjuk, de nekem nem is a gólok, hanem tényleg mindent aláírnék, még azt is, hogy csereként három percet játszok, de viszont 1 egyes legyen a vasas. Hát ez a végszó. Sok sikert a, a, a hazatéréshez és a, és a piroskék kalandhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Jani. Én köszönöm. köszönöm.